Köszöntök mindenkit a Mi Hazánk Mozgalom munkaügyi kabinetjének legújabb videójában. Folytatjuk a vendégmunkásokkal foglalkozó sorozatunkat. Ezúttal Debrecenbe jöttünk, abba a városba, amely gyakorlatilag szimbolikusnak tekinthető, ugyanis itt épülnek most már lassan sorra az akkumulátorgyárak, talán nem is lehet tudni, hogy éppen hány akkumulátorgyár van tervbe, elárasztják a várost, a környéket a vendégmunkások. Ez egy olyan hely az országban, ahol összesűrűsödnek azok a problémák, amelyekről beszélünk, azok a problémák, hogy a kormány a globális kapitalizmust szolgálja ki, mert miről is van szó itt Debrecenben? Magyar földön, a magyar környezetet szennyezve, külföldi nagy tőke fektet be, vendégmunkásokkal dolgoznak, majd a profitot, a pénzt kiviszik az országból, ehhez pedig több milliárd támogatást, sokszor vissza nem térítendő támogatást ad a kormány. Ebben semmiféle magyar nemzetgazdasági érdek nincsen, ez semmilyen érdekünk nem fűződik, ez egyedül a kínaiak érdekét szolgálja, és a magyar kormány úgy tűnik, hogy gyarmati sorba taszítana minket. Tehát itt vagyunk Debrecenben, és szét fogunk nézni ebben a városban, és itt a környéken, hogy a vendégmunkásokkal mi a helyzet, úgyhogy tartsanak velünk! Itt áll mellettem Salánkinél Kuti Zsuzsanna, a Mi Hazánk debreceni alelnöke, úgyhogy téged kérdeznek arról, hogy mit gondolnak itt a debreceniek arról, hogy egyre több a vendégmunkás, most is egy olyan szálló előtt állunk éppen, ahol, ha jól tudom, török vendégmunkások laknak, tehát mik a tapasztalatok, hogy állnak ehhez? A debreceniek ellenzik kezdetektől fogva a vendégmunkásoknak a nagy számú megjelenését. Elég nagy hangsúlyt fektet arra a debreceni városvezetés, hogy minél jobban szeparálja és titkolja ezeknek a vendégmunkásoknak a jelenlétét. Ugye azt a közleményt adták már ki többször is, hogy családi házas környezetben nem lehetnek vendégmunkások, illetve nem adnak engedélyt új vendégszállók építésére. Gyakorlatilag azonban igencsak családi házas környezetben vagyunk. Ez egy nagyon régi vendégház itt Józsa központjában, debreceni városrész központjában. Gyakorlatilag itt most török vendégmunkások dolgoznak, akik reggel 6-kor elindulnak a BMW építkezésére, este 6 órakor, illetve fél 7-kor hozzák vissza őket buszokkal, munkavédelmi felszerelésben, és még régebben nagyobb szabadságuk volt, tehát többet jártak, keltek itt a Józsai városrészben. Manapság már ez nagyon fegyelmezett, tehát nagyon próbálják eltitkolni azt, hogy ők itt vannak, tehát gyakorlatilag annyit mennek át a mellettünk lévő Józsa parkba, míg bevásárolnak, hogy ne legyenek szem előtt. Most törökök voltak, tavasszal még inkább kínai munkások voltak. Gyakorlatilag folyamatosan telnek meg Debrecenben a panziók is magánszállás helyekről. Egyre többet hallunk, a BMW mellett ugye 440 férőhelyes konténerváros épült, már megkapta az engedélyt a déli gazdasági övezetben is a kivitelezők, hogy tulajdonképpen oda is egy hasonló konténervárost építsenek. És mi lesz így ennek a vége? Tehát hogy fog kinézni akár 10-20 éven belül szerinted Debrecen? Mert azért hallani, hogy a fiatal magyarok elmennek innen, nem itt vállalnak munkát, és helyükre egyre inkább vendégmunkások érkeznek, illetve olyan információkat is kapunk debreceniektől, hogy azért hiába próbálják őket elszeparálni, lehet már őket azért a városban is látni, tehát nyilvánvalóan ez nem egy jó út. Te mit gondolsz erről? Én azt gondolom, hogy ez még csak a kezdet. Debrecenben jelenleg eddig 7 akkumulátorgyár és akkumulátor összeszerelő gyárat jelentettek be, és ez ugye folyamatosan növekszik. Ugye tudjuk, hogy már a kivitelezést sem magyarok végzik, a többi várható munkát pedig még inkább kínaiak főként, illetve ázsiai országokból érkezők fogják végezni, tehát ez egyre jobban fel fog duzzadni. Nem csak Debrecenben jelennek meg ezek a vendégmunkások, tehát ez megyei szinten már egyre több helyről hallom azt, hogy ott vannak magánszállás helyeken, ahol nem is lehet adatokat kikérni. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem hogy jobb lesz, hanem egyre rosszabb lesz. Azt is fontos megemlíteni, hogy milyen hatással van a béralkó pozíciókra a vendégmunkások megjelenése, ugyanis Debrecenben nem ugyanannyit keresnek általában, mint amennyit Budapesten. Mondok egy példát, mondjuk a kőművesek, burkolók körülbelül 20-25%-kal kevesebbet tudnak elkérni mondjuk óradíjba, vagy négyzetméteres áron, mint Budapesten. Tehát itt hatványozottan jelentkezik Debrecenben, vagy a keleti ország részeken a bérrel gyakorolt hatása a vendégmunkások megjelenésének.
Eljöttünk ide Debrecen belvárosába, és időközben megtudtuk, hogy a Volt és a Foodora futárok között is egyre nagyobb számban jelennek meg az ázsiai vagy akár afrikai vendégmunkások. Ez azért nagyon érdekes, mert eddig azért nagyjából szerintem mindenki úgy tudta, hogy ez a fővárosra jellemző, és vidéken ez nem nagyon jelent még meg. Nos, az a helyzet, hogy itt Debrecenben ez már elég jelentősen megjelent, sőt, vannak, akik azt mondják, hogy nem tudnak úgy ételt rendelni például a Volttól, hogy azt ne egy vendégmunkás hozná ki, és itt áll mellettem Maci István, ő a Mi Hazánk Angyalföldi Szervezetének alelnöke, viszont 27 évet élt Debrecenben, tehát vannak itt barátai, ismerősei, rokonai, úgyhogy téged kérdezlek, hogy mit mondanak arról, hogy az elmúlt években mit történik itt, illetve nagyon fontos kérdés, hogy miért döntöttél úgy, hogy elhagyod Debrecent? Igen, alapvetően én 27 évet éltem Debrecenben, ahogy te is említetted. Körülbelül 4 évvel ezelőtt sajnos én szakképzett munkaerőként, informatikusként dolgozom. Nem nagyon találtam már munkahelyet, illetve fejlődési lehetőséget a városba, ezért döntöttem úgy, hogy elhagyom Debrecent, Budapestre költöztem, és az itteni ismerősök, én az elég sokat járok haza, tehát havi szinten, akár többször is a városban tartózkodom. Azt mondják, hogy sajnos eléggé felgyorsult az a folyamat, hogy egyre több futár, egyre több munkás is külföldi vendégmunkásként van jelen a városba. Ez látszik, hogy ugye az akkumulátorgyárak is vonzák ezeket a foglalkoztatottakat. Úgy gondolom, hogy nem jó ez az irány, ez a gazdaságpolitika, hogy alacsony hozzáadott értékű munkahelyekkel tömjük tele a várost, vagy ilyen munkahelyeket teremtünk csak. Gondolni kellene a szakképzett magyar fiatalokra is, akik különböző területeken, vegyészek, informatikusok, olyan magyar emberek, akik szeretnének helyben maradni, de egyszerűen a város nem teremti meg nekik ezt a lehetőséget.